Akkor tisztelettel és szeretettel köszöntöm a média megjelent munkatársait, örülök neki, hogy ennyien eljöttek, hiszen ez mindannyiunkat érdeklő téma, a mai sajtótájékoztatónk témája elég volt sürgősségi fogadóhelye Tapolcára. Ugye a sürgősségi fogadóhelynek az ötlete az már körülbelül egy évre nyúlik vissza. Egy éve próbáljuk azt, hogy a Tapolca környéki, illetve az ajkai lakosoknak, a betegeknek a terheit kicsit csökkenteni. Ezért egyeztetéseket folytattam államtitkár úrral, többkörös egyeztetésen vagyunk túl, és adatokkal, számokkal támasztottuk azt alá, hogy Tapolcára igenis sürgősségi fogadóhely szükséges. Miért is szükséges Tapolcára sürgősségi fogadóhely? Az elmúlt időszakban három olyan eset hívta fel rá a figyelmet, ami miatt az egészségügyi államtitkár úrhoz fordultunk segítségért. Az első eset egy 10 éves kisgyermek koponyatöréssel hozták be a Tapolca kórházba, és nem volt mentő, ezért a családnak kellett ebbe a súlyos állapotba elvinnie. A másik két mentő abban az időpontban Ajkára két ittas szemét szállított. A következő eset egy 50 éves autószerelő fiatalember volt, aki szerelés közben a gépjárműről leesett, fejét beverte, eszméletlen volt, és 35 percet kellett várnia arra, hogy süvegről egy mentő átérjen, hiszen akkor is Ajkára két ittas szemét szállított, az esetkocsi pedig egy infarktusossal volt éppen úton. De az elmúlt időszakban, egy másfél hete, egy Andrásnapi rendezvényen, amelyen személyesen is részt vettem, történt egy szörnyű haláleset. 55 éves fiatalember összeesett, rögtön elkezdtem az újraélesztést, a mentőhívás megtörtént a 112-es csatornán keresztül, és itt is volt egy kis fennakadás, hiszen körülbelül 7 perc telt el addig, amíg olyan kompetens személy tudta kapcsolni a 112-ön keresztül, aki fel tudta venni a hívást és a riasztást, és ezután kellett a mentő gépjárműveket, a mentő személyzetet értesíteni. Folyamatos reanimáció mellett, újraélesztés mellett sikerült 6 perc után az első kísérletünk. Stabil oldalba fektettük és vártuk a mentő kiérkezését, amely körülbelül 12 perc múlva érkezett meg. Felmerült bennünk a kérdés, hogy vajon ez miért volt. Egy autó szintén azon a napon sajnálatos módon Ajkára ment egy esettel, amelyet Tapolca kórházba, ha lett volna sürgősségi fogadóhely, ugyanúgy el tudtak volna látni. Egy esetkocsi az egy infarktusos szemét vett át egy szállítókocsitól, és elindult Füred irányába, majd mikor megüresedett a szállítókocsi, ő jött az újraélesztéshez. Az esetkocsit visszafordították, és a helyszínre körülbelül a megfelelő szintű mentőegység az 17 perc alatt ért oda. Addigra újból el kellett kezdenünk az újraélesztés, hiszen a keringése, légzése újból leállt, illetve összeomlott. Azt gondolom, hogyha időben megkapja az első gyógyszeres támogatást, ami a tonogént jelenti, nagyobb esélye lett volna sajnos a fiatalembernek az élethez, és ez az eset, ami alátámasztja azt, hogy igenis kell sürgősségi fogadóhely Tapolcára. Mint mondtam, államtitkár úrral többkörös egyeztetésen vagyunk túl, és ezt ezekkel az adatokkal és számokkal támasztottuk alá, amely számok azt mutatták ki, hogy az ajkai sürgősségen megjelent Tapolca, illetve Sümeg térségi lakosok, beszállított lakosoknak 80%-át 24 órán belül hazaengedték, tehát itt a Tapolcai Kórház leendő sürgősségi fogadóhelyén is el tudják ezt látni. A hitelesség kedvéért szeretném idézni államtitkár úr szavait a felvetett problémára, és szó szerint idézem, mivel jegyzeteltünk is a megbeszélésen. Nincs akadálya a sürgősségi fogadóhelynek, látom az általad alátámasztott adatokból, esetekből, hogy valóban szükség van rá. Az a baj, igények végtelenek, a pénzek meg végesek. Allokálni a legjobb tudásunk szerint kell, ebbe belefér a sürgősségi fogadóhely, ezzel nincsen gond. Ez június 20-án történt ez a megbeszélés. Kezet fogtunk államtitkár úrral ezzel a megállapodásra. Ő két dolgot kért cserébe tőlem. Első részben, hogyha a sürgősségi fogadóhely kialakításra kerül,
akkor 2018 tavaszán térjünk vissza az aktív ágyaknak a kérdésére, hiszen az is egy fontos kérdés itt Tapolcán, de azt gondolom, hogy ez az első lépcső ahhoz, hogy újból életet leheljünk ebbe a kórházba, amely egy, én azt gondolom, 100 éven keresztül megfelelő szintű ellátást tudott nyújtani a tapolcai sümegtérségi lakosok számára, illetve levette az Ajkai Kórház válláról a terheket. A másik kérdés, kérése a mentőtiszteknek a továbbképzése és a mentőtiszteknek az integrálása a kórházi sürgőségi ellátásba volt. Ezt természetesen támogattam, hiszen nagyon jó szakemberek dolgoznak, akár a tapolcai, akár az ajkai, a sümegi, Nagyvázsony és a veszprémi járásban is. Azt gondolom, hogy az ő munkájukra az egészségügyben a legnagyobb szükség van, és hogyha itt tudjuk pótolni a hiányzó szakembereket, ha a másodállásban tudnak akár Tapolcán a sürgősségi fogadóhelyen, vagy Ajkán munkát végezni, azt gondolom, hogy ez a betegeknek a javára fog szolgálni. A megbeszélésen elhangzott az az országos probléma is, ami helyi probléma is sajnos, a szakember hiány. Államtitkár úr vette ezen kérdésünket és felvetésünket. Ő is látja azt, hogy súlyos szakember hiány van az ágazatban, de ahogy Rétvári Bence államtitkár úrhoz tettek fel talán az RTL Klub egy kérdést, amikor tanár hiány volt egy intézménybe, ő nagyon helyesen, és azt gondolom, ezt Onodi Szűcs államtitkár úr is alá támasztotta, hogy a mindenkori igazgatásnak a dolga az, hogy a szakember hiányt pótolja, és ugyanezekkel a mondatokkal fejezte ki ő is azt, hogy a mindenkori kórházvezetésnek a feladata, hogy a hiányzó szakembereit, akár a szakellátás, akár a sürgősségi ellátás területén pótolják, és engedjék meg, hogy itt is szó szerint idézem államtitkár urat, mert azt gondolom, hogy így teljesen hiteles az egész. A mindenkori kórházigazgatás dolga ezt megoldani, nincs jelentősége, nincs kérdés, meg kell csinálni és kész. Ne a kórházvezetés döntse el, hogy mire van szüksége a betegnek, erre szükség van, a többi a kórházvezetés dolga. Megteremteni a feltételeket nem az én dolgom. Azt gondolom, hogy ezek a mondatok, amelyek államtitkár úr szájából elhangoztak, és a megbeszélés során ugye felvetődtek problémák, ezeknek már rég megoldásra kellett volna, hogy szülessenek, hiszen, mint említettem, június 20-án megegyeztünk államtitkár úrral abban, hogy Tapolcán szeptemberben elindulhat a sürgősségi fogadóhelynek a megalakítása. Ha szeptemberben erre már, vagy novemberben, legkésőbb október végén pontot tettünk volna, akkor azt gondolom, hogy a diszeli haláleset elkerülhető lett volna, vagy más lett volna a kimenetele. Azt szeretném még mondani, hogy egy kéréssel, illetve levéllel fordultam a kórházvezetés irányába, hogy megkérdezem azt, hogy mi a probléma, hogy itt akadtak el a folyamatok, a szakember hiány a probléma a sürgősségi fogadóhelynek az elindítására, vagy más egyéb előre nem látható gondok okozták azt, hogy itt a tapolca, illetve sümegi lakosok még nem kapnak ilyen sürgősségi ellátást. Köszönöm, hogy meghallgattak, és hogyha bármi kérdésük van, nagyon szívesen válaszolok a témával kapcsolatban.